A Kuticától a születi felvonulás gyülekezője után a csőzgazda által vezetett fogatókból és lovasokból álló menet szép nagy kört írt le a Kabai utcákon. Az István Király utcán indulva a Rákóczi utcán át a szép, lassú, megmegálló menet, vagy talán karaván énekelve, a csikósok kúgyongatásával, zengő csergetésével kísérve haladt az első megálló felé. A táncosok éneke nem versenyezhetett a Hagyúszóosztóról érkezett Zicsi Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola közel 40 fős ifjúsági zenekarának hangos dallamaival. A menetet szinte az összes utcán a porták előtt álló kíváncsi tekintete tapsa, buzdítása kísérte. Mikor voltál utoljára ilyen felvonuláson? Nagyon jó érzés, hát nagyon régen. Most nagyon jó, szabad az ember ilyenkor. És hogyan képzelitek el? Szabadon fogtok rohangálni a lóval, vagy kötött program lesz? Kötött program. Nem szabad szabadon. Nem? Nem. Bemutatóra is mentek? Igen. Az én párom Csikós, Hortobágyi Csikós, igen. Úgyhogy ő ott van most elől. Tehát akkor ez egy ilyen lovas család? A kislányom is lóháton ül, igen, piros ruhába. És milyen érzés látni a csemét ott elő piros ruhába? Gyönyörű és nagyon jó érzés. Úgyhogy büszke is vagyok rá. Mióta nőtt össze a család lovakkal? Egy 3 éve. A párom az 18 éve vagy 20 éve Csikós, de vagy 3 éve van saját lovunk. És hát a szenvedély hogyan kezdődött? Mindig is szerettük a lovakat, meg az állatokat. Ez nem az első születésnapja az életében? Hát nem az első, nem. Második? Nem tudom, én az elsőről beszélek, mert ott az én kislányom csőszlány volt, és a keresztfiam is, és olyan nagy boldogság tölt el, hogy ezen a mostanin a 18. ha jól tudom, születibálon részt tudunk venni. És csodálatos, most kijöttünk, és olyan gyönyörű szép látnivaló látvány van, pedig még most kezdődik. A nagyon sok szép felöltöztetett ló, a gyönyörű koszorúban ellátott lovak. Csodálatos, csodálatos. Lelket melengető gyönyörűség, pedig még ez sem kezdődött az egész műsor. Úgyhogy nagyon feltöltöttünk ezzel a szép eseménnyel. És mi ebben a legjobb? Tehát melyik az a pont, ami a legizgalmasabbnak tűnik a számukra? Én nekem az a legnagyobb izgalmasabb pont, hogy a sok ember együtt van, és együtt tud boldog lenni, és örülni ennek a gyönyörű eseménynek. Az én lelkem ez diktálja, ez nagyon szép. Meg nagyon szép dolog, hogy ezt a szép eseményt megszervezték. Nagyon sok munka van mögöttem. Nagyon jó, megmondom az őszintét, ez az első, jó helyre kerültem, jó társaságban vagyok, de az interjúzás az nem az én világom, az őszintét, nem vagyok benne valami jó. Budapest tele van dugóval. Én nem tudom, milyen Budapest érzésem van most. Egy kicsit, de ez kérlek szépen ennek a dugónak mindenki örül itt Kabán és az egész Hajdú-Bihar megyében, mert mostanában nagyon, hát hogy mondjam, a Covid-ra való tekintete és mindenre való tekintete rengeteg születi felvonulás elmaradt, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk és nagyon örülünk, hogy végre eljöhettünk a lovainkat megmutatni, azt ugye egy pár éven keresztül mivel dolgoztunk, milyen lovakat szereztünk, milyen barátságokat kötöttünk, hogy kivel tudunk eljönni egy ilyen születi felvonulásra. Tehát mi nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és reméljük, hogy jól fog sikerülni ez a születi felvonulás, és utána majd este a következő bál, a születi bál is nagyon tartalmasan, és hogy mondjam, hát emlékezetesen fog telni. A hölgyekkel már megismerkedtünk, de a pacikat még nem mutattad be. A bal oldali Sanyinak hívják, a jobb oldali pedig Csibésznek. Sanyi, Hauman Péter jut eszembe egyből. Igen. Sanyikám! Igen, tehát ugye Sanyi és Csibész, hát két Nónius herélt. Nagyon jól tudják a dolgokat, tehát majd kiderül, hogy az este folyamán hogy bírják, de reméljük, hogy talpon lesznek. Utána hogy jutottad el a lovat? Azt mondják, jó, nem tudom.
A Kabai Mennykő Néptánc Egyesület csillagcsoportja minden megállónál bemutatta fergeteges műsorát. A közönség tapsa szeretette szemmel láthatóan feldobta az amúgy is sodról lendületes összeállítást. A táncosok öröme egyszerűen átragadt közönségükre. A felvonuláson a karonülő legapróbbaktól kezdve minden korosztály helyet talált magának a fogatokon, szekereken. A legifjabbak ámulva nézték a csíkosok bemutatóját, a jó kiállásuk és az apró lovak, sőt, a szamarak vonulását. Oh, okay. I'm going to get you one.
Ezennel közhírét éltetik! Adatik tudtára Kaba város népének! Nagy eseményt hirdetek, születi mulasságra hívjuk a városunk apraját és nagyját! Ezen esemény szem elő ne tévessze, ismerőseinek, rokonainak a hírt terjessze! Este aztán eljön az alkonyat, a sportpályán mindenki kedvére múlathat! Így hát senki ne üljön otthon tétlen, találkozzunk 17:30-kor a sportpályán a falu égen! Lesz itt minden, ami a vigassághoz kell, de ha elmarad róla, egy évet kell még várni rája. Érezte már a macskát? Ahogy elnéztem, ezek a gyönyörű szép lovak piros, fehér és zöld színekben pompáznak. Te meg itt piros, kék és fehér. Franciás vagy magyaros színek vannak. Milyen nyelvekkel kommunikálni ezekkel a lovakkal? Hát csak magyarul beszélünk velük. És a franciát azt csak úgy ösztönösen tudják? Hát, hogy nem tudják sajnos. Mutasd már be nekünk ezeket a pacikat. Hát van a kancám, ő kisasszony, 16 éves, és van Chicago, ő pedig egy csődör, ő 23 éves. És te hány éves vagy? Én 23 éves vagyok. Micsoda szerencsét! Milyen érzés egy ilyen csoportban, egy ilyen menetben, szépen lassan, rügetős tempóban kocsikázni? Hát nekik nehéz, mert versenylovak, szóval ők a gyors tempót szokták meg, szóval így nehéz velük. De szeretik. Aha. Milyen versenyen szoktatok? Hát fogadhajtó, díjhajtás. Akadályhajtás. Aztán. És eredményeitek is vannak? Hát amit azon kívül, hogy túléltek minden versenyt. Még nincsenek, mert még most kezdtük el velük tavaly, de most jövőre szeretnék velük eredményeket elérni maratonhajtásban is. Hanyadik születi felvonulás, ami részt veszel? A második. Másik. Igen. És milyen érzés szintén egyedüli női hajtónak lenni? Hát jó érzés. Nem tudom másképp kifejezni, de nagyon jó. Engedelmesek ezek a lovak egyébként, vagy megszólták a fiúkat? Vagy lányoknak is engedelmeskednek, vagy hogy van ez? Ők csak nekem engedelmeskednek. Komoly! Szóval engedelmesek nekem. Igen. Tehát akkor mindig a nők az urak, minden csapatban. Igen, nyilván. Ültünk végig. Mit csinál? Ez a lovas lozi, nádudva. Kapaszkodj meg ott! Úgy, a szót most húzod magad! Úgy, ez az! Ugye, másszál fel!
Nem hagyjuk abba a táncot, nyomjuk reggelig, hajnali. Nótra énekes kifulladásig. Ezennel a hirdetésem bezárul.
Aranyosok, ügyesek, mindig elbűvölnek a táncaikkal. Emlékszik még a legutolsó ilyen? Nagyon régen volt, 20 éve. Milyen volt az? Hát, akkor is jó volt, de most lehet jobb, mert felidézi a múltat nagyon, a fiatalságunkat. Visszatér egy pár, tesz egy pár órára? Igen, mondhatjuk úgy is. Mire emlékszik a 18 éve ezelőttiből? Hát akkor is nagyon sokan voltak, a fiatalság, felvonó, népi tánc, a kiserdő jellegben, nem a sportpályán tartották, akkoriban még én erre emlékszem, mint gyerek. És a felvonulás akkor is olyan volt, mint most? Nagyon színvonalas volt akkor is nagyon szép, ugyanúgy csergetős, meg minden volt, minden nagyon szép volt. Minden nagyon szép, minden nagyon jó, és emlékeztet az apukámra, mert az is csikós volt. Nagyon szépek voltak a lovasok, most idén is. Gyönyörű, minden, minden nagyon szép, és köszönöm szépen Emuskának, a polgármester asszonynak, még a Borbi Gyulának, még aki közreműködött ebbe, mert nagyon szépen el van rendezve minden. Minden meg van szabályosan intézve, csinálva. Hát nagyon tetszett nekünk, megcsodáltuk a lányokat, ott a lovakat, mindent meg kell nézni. Hát nagyon örülünk neki, nagyon régen volt már ilyen esemény a faluba. És a lovasok tetszettek a picikének? Hát hogy ne tetszene? Igen, nagyon tetszik neki. És melyik tetszett jobban nekik, a szekér vagy a ló? Mi volt az izgalmasabb? Hát mondjad, a lovasok. Hát egyértelmű. Így van, igen. Hát még beszélni nem tudunk, de elmutogatjuk, hogy nekünk mi tetszik, igen. Emlékszik még, milyen volt 18 évvel ezelőtt? Igen, igen. Hát hasonló, így van. A tollasoktól kezdve minden. Mi még emlékszünk rá. És most az idei hogy tetszik? Hát ez is nagyon szép. Nagyon sok lovas van, sok szekérrel, szépen feldíszítve. Igazi születi felvonulás. Hát nagyon tetszik. Hát régi emlékek idéződnek fel. Mit jönnek ilyenkor vissza? Hát hogy visszaemlékszem én is, mikor 20 évvel ezelőtti, meg az előtti születi bálokra, a hangulatára. Nagyapámra, ő is annak idején főszereplője volt egy ilyen felvonulásnak. Hát jó érzés megint megnézni. És hogy látja ezt? Ez mennyiben múlt idézés, és mennyire szól a máról? Hát én örültem ennek a néptánccsoportnak, mert úgy láttam, az öregek maguk után nagyon tehetséges generációt neveltek fel. Úgyhogy ez a jövőről is szól, nem csak a múltról. Erre vártunk. Szeretnél volna tollat kapni? Hát nagyon, nem. Nem, miért nem? Hát ez a legjobb, a tollasbál, az pont így néz ki. Hát nagyon, jó. És a táncot csak hogy tetszettek? Az jó volt. Tetszettek? Igen. Kicsik vagy a nagyok? A nagyok is, meg a kicsik is. Lovas elvonulás az milyen volt? Szép, hagyományőrző, vártunk rá, és nagyon jó volt, hogy ezt meg lett szervezve. Fontos? Fontosak a hagyományok manapság? Fontosak, fontosak. Mert? Ez élteti az embereket, hogy egy kicsit visszamenjen a régi időkbe, hogy egy kicsi emlékeket felhozzon belőlük. Köszönjük szépen, hogy ez meg lett rendezve. Thank you.
Nagyszerű érzés, mindig örülünk, hogy viszont láthatjuk őket ilyenkor. Szünetben már el is csíptük őket, a nyolcadikosok beiratkoztak már, hogy érezték magukat az első héten az iskolában. Nagy öröm számunkra, hogy visszajárnak Kabára, és itt mindig fel fognak lépni. A felvonulás az milyen érzéseket kért egy igazgatónőbe? Nagyon érdekes volt számomra, nem volt még részem ilyenben, úgyhogy nagyon érdekes volt, nagyon tetszett. Nagyon sok ember érdeklődött, úgyhogy szerintem nagyszerű érzés volt. Nagyon nagyszerű érzés, és köszönöm, hogy felkértek rá, és úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült, és reméljük, hogy a befejezés is jól fog sikerülni, de miért ne sikerülne jól, mert nagyon szépen meg van szervezve minden, úgyhogy ennek jónak kell lenni, úgyhogy én még további sok jó sikert, még jó szórakozást kívánok a vendégeknek. A lovasok különösen tetszettek mindenkinek. A lovasok? A csikósok? Hát igen. Az... Hát meg a szekerekben, a szekerek volt a lovak. Ja igen, hát nagyon szépen összejött, nem gondoltam én is, hogy ennyire jól összejön, de összejött a menet, nagyon szép, jó, hosszú menet volt, sok lovassal, tehát jól sikerült. Úgyhogy... Közel két évtized után ismét egy ilyen rendezvény. Ez Borbély Gyulában milyen érzéseket kelt? Hát ugye az emlékeimet előhozza, mert régen, azt nem, meg nem mondom, ha melyik évben, akkor is
Én szerveztem, én ötletemből még én szerveztem meg is segítséggel, és akkor is 25 év után csináltuk, tehát érdekes volt, most hasonlóan alakult, de mondom, örülök neki, hogy ilyen jól sikerült. Akkor 20 év múlva megint találkozunk? Addig már megsérleszek, már most jövő hónapban már 76-ba lépek, úgyhogy nekem már ez volt az utolsó. A fiataloknak át kell adni, és azok hadd csinálják. Biztos, hogy lesz, aki átvegye, meg jó fog lenni. Nem lesz sokak nevében mondhatom az Burbé Gyulának. Köszönjük! Nagyon szívesen, és örülök, hogy ilyen jó sikerült.